Világszerte népbetegségnek számít a vesebetegség. Kialakulásánál kockázatot jelent a magas vérnyomás és az elhízás. Utóbbi szempontjából Európában elsők vagyunk, egyes felmérések szerint, világszinten pedig csak Amerika előz meg minket. Az is nagy kockázatot jelent, hogy becslések szerint a magas vérnyomásos betegek száma 2025-re elérheti a 1,5 milliárd főt. Minden évben március 2. csütörtöke a Vese Világnapja. Idén már 13. éve rendeznek prevenciós napot és nyílt fórumot az ország számos pontján. A vesebetegség a világ lakosságának 8-10%-át érinti. A betegség kialakulásának fő okai az elhízás, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és az időskor, de konkrét tünetei nincsenek. Az érintettek közel 80%-a 65 év feletti. Elhízás szempontjából Európában az elsők vagyunk, de világszinten is csak Amerika előz meg minket. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 169 ezer magas vérnyomásos és 45 ezer cukorbeteg van. A megyében 3 településen is kezelik a vesebetegeket, több mint 370 főt. A vese szerepe fontos a folyadék kiválasztásban, a vérnyomás szabályozásban és a vérképzésben is. Időskorban a szerv tömege változik és a funkciója is romlik, ezért is veszélyeztetett a 65 év feletti korosztály. Tavaly előtt 12 ezeren kaptak vesepótló kezelést hazánkban, és 343 vese átültetést végeztek. Mérsékelt sófogyasztással, rendszeres vérnyomás és vércukorszint méréssel a szakemberek szerint kiszűrhető a betegség. Vennék a stúdióban dr. Szigeti Zsuzsanna és dr. Balkó István, nefrológus főorvosok, kezét csókolom. Jó napot kívánok! Jó estét kívánok! Elsőként, hát akkor nézzük át, hogy a Vese Világnapnak mi is pontosan a célja. Ha jól tudom, akkor magyar kezdeményezéssel jött létre. Igen, a Nemzetközi Nefrológiai Társaság és a Vese Alapítványok Nemzetközi Szövetsége magyar kezdeményezésre jelölte ki minden év márciusának második csütörtökét a Vese Világnapjaként, és most ezt március 8-án fogjuk ünnepelni, ami egybeesik jelenleg a Nemzetközi Nőnappal. Erről egyébként hamarosan majd fogunk beszélni, igen, hiszen a nők ugye, szerepe tudom, az egyik fő témája. Igen, a nők szerepe az egyik fő téma, de a későbbiekben majd még bővebben. Hát minket, magyarokat tényleg azért, mert annyira egészségtelenül élünk, ennyire súlyt a vesebetegség? Ez minden országban növekvő tendenciát mutat, a felvezetőben is hallott okok miatt, tehát egyre több a hipertóniás beteg, diabéteses beteg, előrekedik Európa lakossága, és nyilván a kor előre haladtával több a vesebetegség is, vagy több ember jut el a veselégtelenség stádiumába. Beszéljünk akkor arról, doktor urat kérdezem, hogy miért van kapcsolat a cukorbetegség és a vesebetegség között? Tudni kell, hogy a cukorbetegség, a cukorbetegségben kialakuló anyagcsere zavar károsítja a szervezetünkben az ereket, mind a nagy, mind a kis ereket, és hát ugye a vesében rengeteg ilyen kis ér található, ugye pici érgomolyagok vesznek részt a vizelet, a primer, elsődleges vizelet képződésében, a szűrő folyamatban, és hát ugye a vesét ellátó erek is károsodnak a cukorbetegség következtében. Megváltozik a maga a szűrő folyamat, megváltozik az ereknek az áteresztő képessége, fehérjék kerülnek a vese szövetbe, amik aztán hosszú távon a vese működés, a vese szövet károsodását okozzák. Ami nagyon fontos, hogy a betegség egészen korai stádiumában ez a fehérje megjelenik a vizeletben, tehát ha valaki rendszeresen eljár szűrővizsgálatra, és ahol vizeletvizsgálat is történik, akkor egészen korán, még korai stádiumban felismerhető a betegség, és ekkor még jól, hatékonyan kezelhető és megelőzhető akár a későbbi súlyos vesekárosodás. Tehát el lehet járni szűrésre, ahol megvizsgáltathatom azt, hogy a vesém milyen állapotban van, illetve ha már cukorbetegségre utaló jeleim vannak, akkor már nagy a gyanú, hogy vesebeteg is leszek? Tehát... A cukorbetegek vesebetegek? Körülbelül a cukorbetegek egy negyedében
jelentkezhet vese, vagy jelentkezik vesebetegség, vesekárosodás. De szűrővizsgálatra el kell járnom, hogyha rizikófaktoraim vannak. Ha túlsúlyos vagyok, ha tudom már, hogy magas a vérnyomásom, magas a koleszterin szintem, és valóban olyankor, hogyha a családba fordult már elő vesebetegség, vagy egyéb kardiovaszkuláris betegség, illetve szövődmény, illetve hogyha ugye egy bizonyos kort meghaladtunk, tehát mondjuk 65 év felett kifejezetten gyakoribb mind a magas vérnyomás, mind a cukorbetegség, és mind az ennek következtében kialakuló vesekárosodás gyakorisága. A vesebetegségnek a problémáját le lehet, illetve a cukorbetegségnek a problémáját le lehet vetíteni konkrétan egyetlen egy napra. Tehát, hogyha valaki ilyen és ilyen életmódot folytat, akkor készüljön rá nagy valószínűséggel, magas vérnyomása lesz, cukorbeteg lesz, vesebeteg lesz. Hát azért ez nem ilyen egyszerű, mert vannak elhízott emberek, akiknek egész életükben nem alakul ki sem hipertónia, sem vesebetegség, sem diabétesz, hát ez azért genetikai tényezőkön is múlik. Van, akinek olyan jó a genetikai adottsága, hogy nem alakulnak ki ezek a betegségek, de nyilván a kockázata exponenciálisan növekedik egy túlsúlyos betegnél a hipertóniára nézve is, meg a diabéteszre nézve is, illetve egy diabéteszes betegnél a vesebetegségre nézve megnő a kockázat. Szokás a stresszről is beszélni, hogy ez mennyire befolyásolhatja a betegség kialakulását. Ugye minden nap, rendszeresen azt mondják, hogy a mindennapjaink eléggé stresszesek, ugye, modernkori embernek ez az egyik problémája, és hát ugye ennek megfelelően lehet, hogy ez is. Hát a stressz a hipertónia, illetve az érbetegségek kialakulásában szerepet játszhat. Hát konkrétan a vesebetegség kialakulásában abban azért nem, de az érbetegségekben, a szívinfarktus kockázatában szerepet játszhat a stressz valóban. Hogyan lehet elkerülni a vesebetegséget? A vesebetegséget? A cukorbetegséget. Hát ugye egészségesen élve, lehetőség szerint a testsúly, kóros testsúly növekedést megelőzve rendszeresen mozogni, kerülve a túlzott kalória és a jelentős mennyiségű, gyorsan felszívódó szénhidrátfogyasztást, mérsékelni a Magyarországon oly jelentős sóbevitelt, több zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani, és hát, ami már említve, ugye ez meg nem maga a megelőzés, de időben elmenni szűrővizsgálatra, hogy időben fel legyen ismerve maga a probléma. És ebben önök is tanácsot tudnak adni, hogyha a betegek önökhöz fordulnak, tehát életmódbeli tanácsot, illetve táplálkozásbéli tanácsot. Természetesen a nefrológiai gondozás egy része erről szól, hogy a betegeket a további károsodástól megóvjuk, tehát ha már ki is alakult a vesebetegség, de a vesebetegség további romlását életmódbeli diétás tanácsokkal segítsük. Beszéljünk a vesebetegség és a nő kapcsolatáról, hiszen hát bizony ez lesz most a központi téma, ugye nem véletlenül. Mennyire sújtja a hölgyeket a betegség? Vannak betegségek, amik egyformán sújtják a férfiakat és a nőket, de a krónikus vesebetegek körében nagyobb a nők aránya, ennek számos oka van. Egyrészt a nőbetegeknél már gyermekkoruktól fogva gyakoribb lehet a húgyúti fertőzés, sokkal vételenebbek a húgyival szervek a fertőzésekre nézve, mint a férfiaké. Úgyhogy kislánykoruktól kezdve akár kialakulhat, van sok fiatal betegünk, aki sajnos már veseelégtelenség stádiumában van, és egy ilyen gyermekkori infekciókból, fertőzésekből indult ki a betegség, illetve a terhesség az, ami rizikó lehet erre nézve, ugyanis a terhesség során indulhat több olyan betegség, amely sújthatja a vesét is, autoimmunbetegségek, amik gyakoribbak lehetnek a nőknél, a terhességi nefropátia, fehérjevizelés, terhességi toxémia, illetve terhesség során induló diabétesz és anyai magas vérnyomás mind-mind ahhoz vezetnek, hogy terhességet követően esetleg fennmaradhat valamilyen fokú vesebetegség. Idősebb korban pedig szintén gyakoribb a
a hölgyeknél a különböző vizelési panaszok, kismedencei szervek lesüllyedése, húgyhó jaksérv kialakulása, ismét gyakoribbak a húgyúti infekciók, illetve a nőgyógyászati daganatokra is fel kell, hogy hívjuk a figyelmet, amik szintén vese elégtelenséghez vezetnek, hogyha lezárják például a vese vezetéket a méhből vagy a méhnyakból kiinduló daganatok, úgyhogy a nőgyógyászati szűrővizsgálatnak ezért is van szerepe az idősebb hölgyeknél. Tehát a hölgyeknek ebben az esetben is különösképpen még jobban oda kell figyelniük. Úgyhogy ha már megtörtént a baj és probléma van a vesével, akkor milyen módszerek állnak rendelkezésre, akár itt Nyíregyházán is mennyire vagyunk e tekintetben felszerelve? Hát gyakorlatilag Magyarországon minden olyan vesepótló kezelési mód rendelkezésre áll, ami nemzetközileg is ismert és elfogadott, illetve egészen pontosan vesetranszplantációt azt nem tudunk végezni. Tehát amennyiben a veselégtelenség olyan stádiumba kerül, hogy vesepótló kezelésre van szükség, amennyiben a beteg arra egyéb egészségügyi problémák hiányában alkalmas, minél előbb vesetranszplantációs várólistára kell, hogy kerüljön, és amennyiben erre lehetőség van, ennek minél előbb meg kell történnie. Amennyiben erre lehetőség még nincsen, akkor vesepótló kezelésként szóba jön az úgynevezett hemodialízis, amikor is a beteg bejár a műves állomásra, és ott végzik hetente 3 alkalommal 4 órában a vesepótló kezelést, illetve van az úgynevezett hasi vagy peritoneális dialízis kezelés, amit a beteg otthonában végezhet, és havonta egy alkalommal kell bejárnia a műves állomásra, ellenőrzésre. A Vesevilágnak kapcsán programot is szerveznek méghozzá, annak érdekében, hogy felhívják a problémára a figyelmet. Hol lesz ez a program? Március 9-én 11 órától a Nyírplázában kerül megrendezésre. Egyéb kiegészítő programok is lesznek, nem csak a veséről lesz szó, hanem lesz szó az elhízásról, a cukorbetegségről, illetve életmódbeni diétás tanácsadás, és lesz, sőt, úgy tudom, hogy ingyen saláta, kóstolás, és lesz, igen, és vérnyomásmérés, vércukormérés, úgyhogy ilyen komplex, ilyen egészség megőrző program keretében kerül idén megrendezés. Sőt, ha jól tudom, akkor a kisgyermekes családok felé is nyitottak, mert hogy még a védőoltásokról is szó lesz. Köszönjük szépen, hogy itt voltak nálunk. Köszönjük szépen.